Tavaly júniusban a dél-koreai WScope jelentette be, hogy Nyíregyházán építi fel első gyárát Európában. Most újabb komoly befektetésről számoltak be Budapesten a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületében. A vármegyeszékhely nemrég 500 hektárral bővített ipari parkjában hamarosan a Boyzen cégcsoport kezdi meg az építkezést. A német vállalat akkumulátortartó takarólemezeket fog gyártani a debreceni BMW gyár számára. 16,5 hektárt vásárolt meg a Boyzen, ami azt gondolom nagy elismerés és megtiszteltetés Nyíregyházának, hogy mint ahogy a kisfilmben elhangzott, a legnagyobb gyárát, és az első olyan gyárát, amely kifejezetten elektromos autók gyártásához készít majd alkatrészeket, a mi városunkban Nyíregyházán valósítják meg. Nagyon jó hír ez a munkahelyteremtés szempontjából. Fontos célunk, hogy Nyíregyházán mindenki találjon munkát, és különösen a fiatalokra, a jövőre gondolunk. Nagyon sok fiatal szeretne tanulmányait befejezve Nyíregyházán letelepedni. Tudjuk jól, hogy ehhez színvonalas munkahelyek szükségesek. Ebben egy nagy lépés a Boyzen beruházása. A Boyzen cégcsoport csak nem 60 milliárd forintot fordít a beruházásra, amelyet a magyar állam 5,6 milliárd forinttal támogat. Az új befektetőnek köszönhetően 400 új munkahely jön létre Nyíregyházán. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a budapesti sajtótájékoztatón kiemelte, az Európai Unió világos klímavédelmi célja, hogy az elektromos autók gyártási kapacitásait növelni kell, Magyarország pedig a gazdasági növekedés érdekében is nyitott az ehhez kapcsolódó beruházásokra. Aki beruházásokat tud magához vonzani, annak lehet esélye arra, hogy elkerülje a recessziót és a tömegessé váló munkanélküliséget. Magyarország is bennevezett ebbe a versenybe, annak érdekében, hogy fenntartsuk a gazdasági növekedést, hogy elkerüljük a recessziót, és megtartsuk a munkahelyeket. És ebben a versenyben Magyarország bizony a világ legjobbjai közé tartozik, hiszen a három német prémium autógyártó vállalat túl azon, hogy Magyarországon mind-mind gyárat épített vagy épít, mindannyian az elektromobilitási stratégiájuk egy jelentős szeletét helyezték Magyarországra. Emellett pedig a legnagyobb keleti vállalatok is ide települtek, részben a nagy német vállalatok inspirációjára természetesen, hogy beszállítóként minél közelebb lehessenek a német gyárokhoz. Így jött létre az a helyzet, hogy az elektromos akkumulátor gyártás tekintetében már ma is Magyarországon a világ harmadik legnagyobb gyártási kapacitásával rendelkezünk. A tárcavezető hozzátette, a híresztelésekkel ellentétben az épülő gyár a legmodernebb technológiát alkalmazva, megújuló energiával és a lehető legkisebb széndioxid kibocsátással működik majd. Ez a cégnek az első olyan beruházása egyébként világszinten, ahol kizárólag elektromos autókhoz kapcsolódó alkatrészeket fognak gyártani, sőt a vállalatnak ez az első nemzetközi megrendelése ezen a területen. Most itt a legmodernebb technológiájú gyár épül, magas automatizáltsággal, megújuló energiára alapozva, tehát hallhattuk, széndioxid kibocsátás tekintetében a legkibocsátásmentesebb gyára lesz ez a vállalat csoportnak, amely egyébként már 100 éves hagyománnyal rendelkezik, és Németországban egyelőre még senkinek nem volt vele semmi baja. A Boyzen cégcsoport a tervek szerint 2025-ben kezdi meg működését Nyíregyházán a déli ipari parkban.